És korábban már foglalkoztunk a törökországi földrengéssel, most ezzel kapcsolatban kapcsoljuk Tóth László szeizmológust. Jó reggelt kívánok! A közelmúltban a hírek arról szóltak, hogy a környező országokban is vannak különböző erősségű földrengések, például Romániában. Hogy áll Magyarország, hol vagyunk a világtérkében, mennyire vagyunk szerencsés helyzetben, hiszen ahogy beszéltük, Törökország elég szerencsétlen helyen helyezkedik el, és ezért is van, hogy ilyen sok esetben és ilyen nagy erősségű földrengés pusztíthat az országban. Hát mi sokkal szerencsésebb helyen vagyunk, mint Törökország. Összességében röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy mérsékelten földrengéses terület Magyarország, ahol kisközepes földrengések időről időre előfordulnak, de óriási, nagy, pusztító földrengések nem fordulnak elő. Ha pontosak az információim, akkor Magyarországon az eddigi legnagyobb földrengés az 6,4 erősségű volt még az 1700-as években, és amire én gyermekként emlékszem, 1985-ben az egy nem egészen 5,0, vagy talán 4,6-7-es erősségű, a Richter skála szerinti erősségű földrengés volt. Mennyire normálisak egyébként Magyarországon vagy a környező országokban a földrengések, és mi az az erősség, ami még normálisnak mondható? Hát ugye a normális, ez a kifejezés nem nehezen alkalmazható ebben az esetben, tehát mérsékelt földrengés körülbelül 6-os magnitúdóig, tehát hogyha jól építkezünk, akkor ezeket a földrengéseket kibírják az épületek. Magyarországon a legnagyobb földrengés, ahogy említette, Komáromban volt 1763-ban, ritkán van ilyen méretű 6-6 és feles magnitudójú földrengés, de néha előfordul. A legnagyobb, amire számítunk a Kárpát-medence belsejében, tehát Magyarország területén, az szintén ez a 6-6 és feles magnitudójú földrengés. Egy ilyen földrengés az milyen pusztítással járhat? Ugye, sok tényezőtől függ az, hogy a földrengésnek milyen következményei lesznek. De azt előre kell bocsátani, hogy a földrengések 99%-a lakatlan területen keletkezik, tehát összességében nagyon sok földrengés van, de erről nem értesülünk. A földrengésnek, ha bizonyos magnitudót elér, és közel van a lakott területhez, akkor hát súlyos következményei lehetnek, de a földrengés tényleges fizikai nagysága, az csak az egyik tényező, ami ezt befolyásolja. Rendkívül fontos az, hogy milyenek azok az épületek, az épületállomány, ami ezen a területen van, és tulajdonképpen ebből is következik a földrengésre való felkészülés stratégiája, vagy lehetősége. Ugye sokszor halljuk, hogy nem lehet a földrengéseket előrejelezni, pontosan nem is lehet, várhatóan a jövőben sem tudjuk ezt megoldani. Ugyanakkor, ha megfelelően készülünk, nem a földrengéstől lesz baj önmagában, hanem az épülettől, tehát amikor egy épület összedől, akkor vannak a katasztrófák. Mennyire, hogyha nem is előre megmondani, de mennyire lehet azt lokalizálni mondjuk topográfiai szempontból, hogy hol fordulhat elő földrengés Magyarországon? Hát azt gondoljuk, hogy ott lesznek földrengések általában, ahol eddig is voltak. Hiszen a földrengés az a földkéregnek a törése, és ahol ez a földkéreg gyengébb, ott törik el általában. Ugye a tektonikai mozgások azok folyamatosak, folyamatosan zajlanak évmilliókon keresztül, tehát gyakorlatilag a mi életünkben, a mi megfigyelési időnkön állandónak tekinthető, tehát a földrengések száma is ebből következően meglehetősen állandó. Azt, hogy milyen gyakran fordul elő, ezt pedig a múltbeli statisztikákból nagyjából lehet prognosztizálni, de még egyszer ez nem földrengés előrejelzés, hanem inkább egyfajta földrengés veszélyesség jelzése, tehát adott területen mi várható, de pontosan nem tudjuk megmondani, hogy mikor. Tóth László, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.